Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECG tesztek. A mai videóban a eufóriával fogunk megismerkedni, ami a Penelope-nak egy klón kazánja. Előtte viszont pár dolgot a közelmúltból, mert többen jeleztétek a podcast csatornán, hogy nem tudjátok, hogy lehet rá feliratkozni, egyáltalán azt se tudjátok, hogy lehet frissíteni. A bejegyzésben külön kitértünk a legelső bejegyzésében a podcastnek arra, hogy hogyan lehet használni elsősorban iPhone-ra, illetve iOS eszközökre, de az Android Store-ból is ugyanúgy találtok alkalmazást, amit ki fogok tenni a videóban ide, illetve föl tudtok iratkozni ugyanúgy az alkalmazásra, és akkor rendszeresen fogjátok kapni hetente a frissítéseket az új adásokból. És akkor ennyi kitérő után térjünk rá. Az eufóriára. Nézzük meg, hogy lesz-e eufórikus élmény. Nézzük akkor az eufóriát, hogy hogy érkezik hozzánk, és mit tartalmaz a doboz. Amit látunk itt, az maga az eszköz. Csipesz azért fel kell. Egy pót kerámia csésze. Pót ógyűrű készlet. És ellenállás húzal. Rögtön itt az ellenállás húzalnál szeretném is megjegyezni, hogy sajnos a kicsi kínaiak már megint nem gondolkoztak, ez teljesen hétköznapi és mezei ellenállás húzal, tehát nem rendelkezik olyan lábakkal, illetve hegesztéssel, amire nekünk szükségünk van, ezzel nem is tudunk mit csinálni, de akkor majd megnézzük, hogy ezt hogy tudjuk orvosolni. Szétszedjük a készséget ugyanúgy, mint az eredetiét, és megnézzük, hogy milyen a belseje, illetve mivel másabb, mint az eredeti Penelope. Ami rögtön föltűnik, hogy itt van egy fekete ógyűrű, aminek igazából a funkcióját sem nagyon látom, úgyhogy én az az igazság, hogy enélkül használtam, és semmi problémám nem adódott belőle. Csavarhúzó segítségével szétszedjük a csészét, illetve a középérintkezőt. De ide most egy gyakorlatilag ezekből az összetevőkből áll az eufória belseje. És akkor szereljük is össze, üzemeljük be. Elsőként ezt a kerámia csészét betoljuk a helyére. Ezt a menetes középoszlopot alulról betoljuk, és ide fölőre rá ejtjük ezt a csavart. Szépen fogjuk, és egy csavarhúzó segítségével
betekerjük. Úgy. Így néz ki belülről. Ha ezzel meg vagyunk, ezt itt meglazítjuk. És most jön a lényeg. Sajnos a kínaiak, én nem tudom milyen matek szerint haladnak, de egy kettes és egy egyes üvegszál volt a csomagban. Nem tudom nagyon mire vélni, hogy mi volt a tervük vele. Én egy már megszokott 3 mm vastag üvegszálat használok erre a célra, és a hosszát azt bekötéstől bekötésig mérem így. És mondjuk első körben itt levágom. Így néz ki. Következő az az, hogy az egyszerűség kedvéért vegyünk egy gombos tűt, és szépen szúrjuk ide bele középre. Ha ezzel megvagyunk, akkor akár hegeszthetnénk is, de én más se tettem, vettem másfeles és egy 8-as ellenállás húzalokat készre hegesztve a webshopból. Mindjárt meg is mutatok egyet, hogy néz ki körülbelül. Itt, és nem tudom mennyire látszik, itt látszik a hegesztési pont. Itt ez két alacsony ellenállású, itt pedig maga az ellenállás húzal középen odahegesztve. Ezt kell rátekernünk a középső részre. Úgyni. Kicsit csinosítunk rajta. Így néz ki most valahogy. Na, meg lesz a fókusz. Így. Ha ezzel megvagyunk, akkor én a tűt azt ki is veszem. És most fogjuk a csészénket, és a két oldalán, a két vájadban tehát itt egy picit állítok a fókuszon. Tehát ide és ide levezetjük az üvegszálat is, illetve a ellenállás húzalt. Picit elhúzom középre. Beleejtjük a csészébe egyszerűen. Kezdjük először a negatív felével. Itt elvezetjük, és a csésze aljánál levágjuk a lábát. Ez az oldal megvan. Átmenjünk a másik oldalra, itt pedig megfogjuk, és az ellenállás húzalnak a végét rátekerjük csípesz segítségével, mert picit rövid lett,
rátekerjük a középoszlopra, és meghúzzuk az anyát rajta. Ha ezzel megvagyunk, akkor ezt az oldalt szépen levezetjük. Én a másik oldalt szintén levezetem idáig, viszont így, viszont ezt itt le is csípem. Úgy, és így fog kinézni. Ha ezzel megvagyunk, betekerjük az alsó részbe, vége fel egy kicsit nehezebb lehet. Úgy. Ha ezzel megvagyunk, így néz ki. Még egy picit eligazgatjuk a tekerést. Úgy. Ha ezzel megvagyunk, akkor fogjuk a kontraanyát, és szépen letekerjük egészen a tövéig. Ez is kész van, akkor fogjuk a drippet, bocsánat, nem jött szé. Fogjuk a drippet, és rátekerjük. Le is van zárva. De gyakorlatilag, amikor ebben folyadék lesz, akkor ennek a dripnek a nyitásával, zárásával fogjuk tudni szabályozni a lé ellátásunkat. Ha nem használjuk, visszazárjuk, ha használjuk, akkor kinyitjuk, épp ki hogyan szereti, és ezzel fogjuk biztosítani, hogy itt és a másik oldalon itt az üvegszál megfelelően benedvesedjen. Én mielőtt összeszerelem ezt a kazánt, azért egy picit csepegtetek rá. Megnézzük, hogy milyen gőze van, egyáltalán működik-e. Nézzük. Remek, működik. Akkor kupakot rá. Itt tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyiket rakjuk előbb rá, a halástot vagy a drippet. Én most így raktam össze. És akkor most jön az, hogy a felső záróelem felől megtöltjük azon a kis vájaton. Úgy. Durván másfél milliliter az, ami belemegy ebbe a kazánba.
ami föltűnhet a töltéskor, hogy csak ezzel az egy vájattal rendelkezik a készség. Így, hogyha megpróbáljuk úgy tölteni, mint a Penelope-ot, hogy rácsorgatjuk itt oldalról, mondjuk egy flaskából, akkor előfordulhat az, hogyha túl nagy svunggal töltjük, akkor itt nem tud távozni a levegő. A Penelope-nál ugye úgy van, hogy három oldalról van felslitzelve ez a rész, tehát hogyha itt töltjük, akkor a másik két helyen tud távozni a levegő lentről, itt sajnos nem, úgyhogy itt óvatosabban kell, vagy töltőtűs flaskával, vagy tűvel, vagy óvatosan becsorgatva és megvárva, míg lefolyik az a másfél milliliter. Ha ezzel kész vagyunk, akkor a felső lezáró elemet óvatosan rátoljuk, elzárt állapotban. Szépen lassan betekerjük. És kész is vagyunk. Nézzük meg, hogy ad-e magából füstöt. Ad füstöt, akkor nézzük meg élesben, hogy milyen. Miután megtekertük a kazánunkat, nézzük meg akkor, hogy élesben, hogy üzemel. Megpróbálom először 3,8 volton. Picit még nyitni kell rajta. Menjünk följebb. Legyen 4-1. Jobb már. Ami elsőre szembe tűnik, és rögtön mehetünk is az értékelésre. Ugye a gőzével különösebb gond nincsen, a kidolgozása is rendben levőnek tűnik, azt leszámítva, ugye, amit mutattam az összeszerelésnél is, hogy azt a legalsó ógyűrűt, azt nem tudom, hogy mire véljem, nekem fölöslegesnek tűnt, azt nem is használom. A 70-30-as levessel próbálkoztam az elején, azzal jó volt, aztán visszamentem 50-50-re, ott már nekem nagyon, nagyon szörcsögött, tehát nem találtam meg azt a pontot, ahol a kazánt, illetve magát a drippel egybeépített szabályzóelemet kitekerve nem folyt, meg nem is égetett, úgyhogy visszamentem 70-30-ra. Így azt mondom, hogy ezzel a két és fél egész tekeréssel teljesen jól tud üzemelni. Amit még észrevettem, hogy ugye mivel nagyon közel van a fűtő szál a belső palásthoz, ezért hogyha huzamosabb ideig szívjuk, akkor hajlamos arra, hogy erőteljesen felmelegedjen, amit itt kívülről nem nagyon érzünk, viszont felmelegszik, higgyétek el, és a likvidet folyóssá teszi, ezáltal még könnyebben elindul, olyankor egy picit vissza kell szabályozni a drippel, visszatekerünk egy fél fordulatot, és újból jó lesz.
Ami nekem kevés volt, az a 1,5 milliliteres űrtartalom. Nem nagyon tudnék vele sehova elindulni. De hát összességében azt mondom, hogy olyan, mint a zsiráf, hogy szép-szép, de otthonra nem kéne. A pro és kontra érveket nézzük. Kontra. Könnyen megfolyik. Attól függően, hogy mennyi ideig szívjuk, mennyire melegszik föl, milyen levest szívunk, egyensúly, vagy 70-30-as, azért lehet vele játszani, tehát ez egy folyamatos tekergetés az élet ezzel. A másik negatívum, nekem egy kicsit könnyezett alul, de valószínű ez csak a kondáz lesz. Ez nem negatívum, csak mondom. A másik negatívum? Nagyon nincs. Pozitívum? Nagyon egyszerű összeszerelni. Amit mutattam az összeszerelésnél is, az a előre hegesztett ellenállás húzal, az szinte bárhol kapható, de a forgalmazónál is, azzal pillanatok alatt újra lehet tekerni. Az íz visszaadása az volt az, ami tetszett nekem a történetben. Ezt is prónak írnám föl, és akkor itt ki is fogytunk belőle. Összességében azt mondanám, hogy otthonra nekem ideális volt, hogyha el kéne indulnom, akkor nem ezzel indulnék el, mert ez a 1,5 milli, ez nekem pici. És az utántöltése is nehézkes. Ja, hát ez lemaradt, igen, a kontráról, amit mutattam is az összeszerelős résznél, hogy csak egy nút, illetve vágás van a dripnek a felső záró palástján, ha lehet így mondani, és ezáltal, hogyha ott nem fecskendővel töltjük be, hanem egy flaskával, akkor ha túl sokat töltünk rá, akkor nem tud a levegő hol távozni, és akkor ott hirtelen kibudjan nekünk, vagy lefolyik a likvid, hogyha úgy lenne, mint az eredetinél, hogy három oldalt lenne lecsapva, akkor az egyik oldalon csorgatjuk be, és a másik két núton tudna távozni a levegő a helyéről. Hát mindent egybevetve azt mondom, hogy egy jó másolat, de az eredeti sem az a darab lenne, ami nekem az állandó hurcolászós szettet képezné, úgyhogy ennek fényében kell ezt az értékelést is tekinteni. Őt sem hordoznám mindenhova, de itthonra arra, hogy 1,5 milliket elkóstolgassak, arra tökéletes volt. Remélem tetszett a videó. Sziasztok!